hogy én 53-ban végeztem, az utolsó tanárom a képzőművészeti Hinz Gyula volt. Vele lett volna egy megbeszélni valami, őt kerestem meg nyár elején, és egyúttal kértem, hogy azóta is dolgoztam, eltelt egy pár év, és szívesen megmutatnám. Különben én szerettem a Hinzet, mint mestert és mint festőt. De Hinz nagyon kedvesen el is jött, meg is nézte, és nagyon tetszett neki, ezt nagyon nem is titkolta. Elolvasta ezt a kéziratot, akkor még nem is adtam nyomdába. És erre oda megy valamelyik ládájához, vagy én nem is tudom már mi volt, ahol azt tartotta. Azt mondja, mutatok én neked valamit. És elővett 100 ilyen aktot. De ezek ilyen nagy alakú. Tudod, erre a nagy, amire a festők dolgoznak. 100 ilyen akt, amiből ebbe is vettünk ugye jó például. Egy sort, a legszebbeket beleraktuk aztán, mert a nagy csattanó az volt, hogy tudod, én valójában nem tudok ezekkel mit kezdeni, mert most már nem rajzolok így, mert hiszen akkor már nagyon geometrikusan dolgozott. Képzeld el, mind a 100 rajzatot nekem adta. Ott az ő műtermébe, ott a cigaretta és a olajfesték szag az egy olyan sajátos elegyet alkotott, de úgy az ember úgy nézegette, hogy mi van a festőasztal alatt a fiókban, hát ott ilyen színeket lehetett látni, és akkor aztán úgy ezekbe úgy bele is lovaltuk magunkat, hogy akkor nyári utazáson egy Chevreau zöldet, vagy egy Emerald zöldet, vagy hát ugye a Pali tudott félig meddig franciául, akkor nagyszerűen ejtette ki ezeket a színneveket, ugye mi nem próbálkoznék meg, de hát ugye így beleszerettünk ennek a dolognak a technikájába is, tehát az az érdekes, hogy a művészeten belül még egy ilyen hobbi is kialakult, ami a festékeknek a technikai tudása, ugye, hogy hát egy lazul festéket nem lehet fedőként föl spaklizni, mert az ugye két évenből megrepedezik, azt leesik. Ugye a lazul az alulra megy. És az, hogy ugye alulról megteremtődik ez a olyan áttetsző, transzcendens világ, mint akkor lenéz az ember ugye a földközi tengerbe, a sziklák alatt a tenger aljába, és akkor a tetejére meg ugye pasztózusan azzal az ilyen sajátosan elkoptatott ecsetivel úgy oda föl tudta tenni a fedő zsírosabb színeket, amik úgynak volt egy kis plasztikája, hát ez egy egyedülálló dolog, és még az is nagyon különleges, hogy még azt se szégyelte, hogy a Cézanne ecsetét is bizonyos fokig elbirtokolta. Szívesen festek, ha kontaktusba kerülök a feladattal. Én a kérdést megváltoztattam olyan formán, hogy mit tartok olyan feladatnak, ami nagyon fontosnak és nagyon emelkedett dolognak tartok a művészetben. Azt mondom, hogy a portrét.